Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Viva Natura vagy VN Televízió kedves nézőit. Önök, ti most a Ezoterefere adássorozatunkat látjátok, Dienes István barátommal, szia Dinuka. Szia. És mielőtt mi ide leülünk, előtte van azért egy-két perces beszélgetésünk, lehetőségünk arra, hogy mi az, amit ebből a nagy-nagy közös mezőből kihalászunk és nektek odaadjunk, és az egyik fő témánk, elég sok lesz, most megint egy trilógiát csinálunk, amit érdemes lesz hétről hétre követni velünk, az, hogy Google bejelentette, hogy megcsinált az első kvantum számítógépet, és ennek kapcsán az a kérdés is fölmerül, hogy egyre fejlettebb műszaki dolgokat képes az ember eltani, ugyanakkor tudatszint szerint viszont nem egészen fejlődik, és amikor egy síkbunkó kezébe kerül egy ilyen kvantum számítógép, és arra használja, hogy föltörje a bankszámlánkat, mert hogy simán meg tudja ezt tenni. Ez vége a történetnek. Akkor vagy egy ilyen hiper-szuper géppisztoly kerül egy ősbunkó kezébe, akkor hogy jön ez egyszer, hogy egyszer ilyen módon fejlődik tudományos szinten az emberiség, és ugye akkor tudatszinten meg azt látjuk, hogy a Káli Jóga legmélyebb sarában fetreng, és igazából azt hiszi, amikor lő igazi fegyvere, hogy az avatárját lövi le, csak akkor szembesül, ha véletlenül oda megy, és látja az igazi vért. Az egész világunkat már elvitték egy ilyen virtuális térbe, ahol már csak a félelem van, háború van, és gyakorlatilag ezen a tudatszinten letolva élik az emberek nagy része az életüket, és ugyanakkor meg tudományos szinten meg olyan dolgokat csinálunk, amire csak álmodni tudtunk ezelőtt 20 évvel. Hát ez annak a történetnek a lényege, hogy a tudat meg a felfogó képesség, vagy az értelem között azért óriási különbségek vannak. Ugye az értelem az a tudatnak egy szerve, mint az elme. Tehát a tudat az továbbra is ott van tudatként, és ugye a tudatot ezzel a rendszerrel, ami neki a szerve, nem lehet fejleszteni, ha most belegondolsz. Tehát ez olyan nagyjából, mint hogy a kezeddel, hogy tudnád fejleszteni az egész lényedet, mivel a kezed az csak egy része, egy szerve. Lehet fejleszteni a kezed, az izomzatát, vagy egyebek, hogy tudja masszírozni a saját ugye, hordozóját, de csak a kezedről nem tudod az egész rendszert idézőjelben teljesen kifejleszteni. És ilyen értelemben az is, hogy most egyes emberek elkezdik kinyerni az emberben szunnyadó felfogó képesség az értelemnek a lehetőségét, ezek a tudósok. És itt megint, tehát itt nem is majd a tudósokkal lesz a gond, aki megépít a kvantum számítógépet, mert ők ugye különböző problémák megoldására kell használni. Majd megint jön az, hogy átveszi a politika, aki azt mondja, hogy na, köszönjük szépen, elvégeztétek a feladatot, de még arra szeretnénk használni. És ugye az egy digitális atombomba? Igen, ezt mondta. Az ugyanaz, mint az atomháború állt. Utána Einstein, mindenki, ők voltak az első Oppenheimer, akik megírták a petíciót ugye az akkori amerikai elnöknek, hogy Isten ments. Tehát ők nem elkészítették, csak egyszerűen ugye meg kellett nézni a lehetőségét, hogy egyáltalán ez megvalósulhat vagy nem, de utána mindenki ugye egyből arra ment, hogy ennek van barátságos ugye felhasználása, hogy az atomenergia kinyerése esetleg úgy, hogy erőműveket építsünk meg egyebek, de a politikus már azt mondta, hogy nem, köszönöm szépen, és ott volt egy pár évre rá, és akkor Hiroshima-ra már dobták is le. Elrettentésképpen. Tehát itt megint, itt szerintem ebben lesz a kérdéskör, és ezt most azért tudom saját tapasztalatból is mondani, mert Magyarországon én most egy 3 éve, itt is beszélgettünk már, hogy most nagyon mélyen lobbiztam arra, hogy Magyarország ebből az újra formálódó negyedik technológiai forradalomat legfőbbképpen előre vívő tortaszeletből, ami a kvantuminformatika, meg a kvantumszámítás az emberiség javára való használata, mert ezt is lehet ugye utána nagyon sok olyan hasznos dologra használni, hogy új típusú gyógyászati berendezések, szkennerek és a többi. Az agyunk jobb megértése. Tehát, hogy mire használjuk? De persze van ez a vetülete is. És ugye itt láttam azt, hogy míg a tudósokkal az ember szó tud érteni, de amint leélünk a politikussal, vagy még nem érti, hogy miről beszélünk, és azt mondja, hogy beszéljek egy szakértővel, de viszont meg azt mondom neki, hogy figyelj, akinek az első számítógép, az az első világhatalom. Akkor erre viszont nyit a füle. És itt már nem számít, hogy mekkora az ország, mert ez a kütyű itt ebbe a szobába, sőt, ennél kisebb szobába elfér. Tehát itt már nem arról van szó, hogy vegyünk részt űrprogramba, és akkor mondjuk a magyar miniszterelnök azt mondja, hogy hát nekünk erre nincsen anyagi forrásunk, erre bőven van a magyar államnak anyagi forrás, hogy kvantum számítógépeket fejleszünk. Csak ő ellátott, hogy mire fogékony. Most mindig ott tartunk, hogy magas technológia és nagyon alacsony tudatszint. Tehát a politikus nem ledegradálva, ő mögötte is van egy ember, aki megmondja neki, hogy hát Magyarországon... Hát honnan kapják a pénzt?
Magyarországon csinálhatsz innovációt, szellemi innovációt, amiből kiemelkedik, igen, az ország, vagy megkapod a tudományos pénzt, ezt mindenféle, bocsánat, szarra elköltheted, de semmiféle kiemelkedés nem lesz, építhetsz infrastruktúrát, adhatsz a multinak fejenként 13 millió forintot, hogyha csinálsz egy új dízelüzemű gyárat valahol Debrecen környékén. Szóval látjuk, hogy a politikus mögött azért van még egy, ő az a Mephisztója, aki eladta a lelkét valakinek, és nem a választóit szolgálja. A választóinak még nincs meg akkor a tudatszintje, hogy rájön erre, hogy öregem, ez a csóka átver engemet, hanem újból elmegy és szavaz rá, de nem megyünk ebbe. Tehát az volt a nagy kérdés. Akkor először is tisztázzuk azt, hogy... Mi történt, azt rámondom. Az, hogy mi az, hogy kvantum számítógép, meg egyáltalán mi az, hogy kvantum fizika, tehát hogy honnan jött a kvantum számítógép, hogy ezt valahova tudja, igen, tenni, és ez milyen módon képes bármit feltörni, milyen módon képes akár a kínai elektronikát hazavágni, vagy mit tudom. És hát ezért is dobták be ezt a labdát most, mert ugye Kína digitális világ uralomra hajt, ugye, hihetetlen mennyiséggel fejlesztik ezeket a rendszereket, ami ugye a társadalmi kontrollnak egy teljesen új dimenziói kicsit. Ez az 5G-ről beszélsz, meg a hülyeverről. Igen. Úgyhogy, de ez nyilván lenne a saját világuk, mert amíg ezt a saját országokon belül használják, semmi gond, de amikor esetleg mondjuk Magyarország, és most azt szoktam mondani, hogy csak, hogy most, hogy elkezdünk barátkozni, meg hogy a Huawei jöhet ide fejleszteni, meg ebbek, azért figyeljünk oda, hogy nagyon végén csak az legyünk, hogy Magyarország csak egy fájl a kínai hatalmas, nagy, gigantikus szerverbe, és ennyi is történt, és meg vagyunk szépen véve, és egy fájl, amivel azt csinálunk, amit akarnak. Azért ügyesek nálunk, mert több helyre adták már magunkat. Ja, azért mondom, most még úgy csináljuk a dolgokat, úgyhogy ez egy kicsit ilyen pozitív mérleg, és így is legyen, tehát maradjunk ebben nagyon elővigyázatosak és intelligensek, de ez látszik most Kínának, és okosan csinálták. Tehát most nagyon, tehát én ezt mondom, ugyanezt mondtam a magyar kormányzati szinten is, tehát most nézzük meg, Kína kiküldte a legjobb agyait a világ legjobb egyetemeit tanulni, bekerültek, fejlesztettek Google, amikor elérték a csúcspontot, most azt mondták, gyertek haza, és hogy hívta haza? Például aki a Huawei-t, meg a Huawei-ben fejlesztő mérnök 100 millió dollárt kapott. Az ottani tudást idehozd, és itt fejleszd most nekünk tovább. 100 millió dollár. Amiben most a Huawei-nek az olyan elektronikai, meg szoftveres, mesterséges intelligencia, hangfelismerői rutinjait fejlesztik, amit persze a Google-nél tanult ki a XY mérnök. Magyarország is megtehetné ezt, nálunk is kiment sok, nagyon sok ott kutat, hozzuk haza. Uh-huh. Mi is tudnánk 100 millió dollárt adni, és azt mondjuk csinálni. Hát csak ha tud focizni, de... Tudtam, hogy azt mondani, erről van szó. És akkor közben mondják, hogy nem tudjuk hazahívni. Nem adunk nekik olyan közeget. Amikor hazajön egy ilyen kutató, és utána azzal kell szembesülnie, hogy hadakoznia kell még a saját kenyeréért. Igen, meg az akadémikus vonalon, hogy... Ja, hogy félnek, hogy az új tudás majd kikezdi a segítkalóra székeket. Nem akarok megbántani senkit, igen, de most... Tehát ilyen életem, most azt mondom, ilyen, nyugodtan tanuljunk Kínát, hogy mit csinált. Kiküldte, kitanította, hazahozta. Kész, köszönöm szépen. És ugye nem akkor küldte ki, amikor már az egyetemet lehet, hogy még Kínába végeztél. Doktori, meg ezekre a programra küldte ki, de a topra. És a legjobbat tanulja. És most ugye Amerika szó szerint meg van lőve, mert egyszer kihúzták a több embereket. Miért elmagyarázzuk, mi az a kvantum számítógép, azt mondod, hogy a Google onnan szerzett most taktikai előnyt, digitális taktikai kvantum fölényt, hogy ő bemutatta már ezt a kvantum számítógépet. Mit tud egy kvantum számítógép, és Kínának mikor lesz szerinted, hogyha haza lopikázta a saját koponyáit? Most erre várok egyébként, akkor mindjárt visszatérünk. Tehát a lényeg az, erről már beszéltünk, tehát a kvantum fizika és a kvantum világ, ami a valóságunk és az érzékelhető valóság mögötti réteg. Tehát ez már az atomok, szubatomi részecskék világa, de tehát az elektronok és a többi, tehát ezeknek a világ, és itt egy nagyon érdekes új viselkedési módok állnak elő, tehát egy például egy elektron, tehát egyszerre két állapotban is tud lenni, hogyha most digitálisan megfogalmazunk. Ugye digitális, egy digitális számítógép vagy egy, vagy nullában van, tehát egy bitben. Most az elektron ugye csak az, hogy pörög, ugye ezt hívjuk spinnek, ő egyszerre két irányban tud pörögni, felfelé és lefelé. Így van. Nem jobbra, meg balra? Hát az ugyan, igen, amit vektorral így jelölünk, tehát hogy egyik így, másik úgy, és egyszerre van mind a két állapotban. Tehát ezt hívjuk kvantumfizikai szuperpozíciónak. Tehát ez azt jelenti, hogy ő egy állapotában igazából két bitnyi információt tárol. Uh-huh. Tehát már ez egy óriási számítási kapacitást jelent, most gondolnál. És innentől kezdve, hogy hányat pakolsz össze, a 2/60-aival jön az információ feldolgozó képessége. Tehát itt most csak arról van szó, hogy az információt, ami neked is a hatalmas szívügyen, képesek vagyunk a kvantum világ szintjén értelmezni, hogy ott a valóság hogy dolgozza fel végülis
a létezésünk lényegét, most már azt is tudjuk a fizikából, már nagyon sok beszélgetés volt itt veled, hogy információ a végső megmaradó mennyisége mindennek, és most azt értjük meg, hogy ezen a szinten a valóság hogyan kezeli az információt. És már egyik ilyen sajátossága az, hogy amit két külön ezen a szinten, és amivel egy digitális számítógépen fut, az itt egy már, egy. És brutálisan, tehát felgyorsul a számítási gyorsaság, ráadásul ezt úgy hívjuk, hogy masszív paralel, tehát maximálisan csak párhuzamos feldolgozás van, tehát egyszerre millió számú műveletet képes végrehajtani egymástól függetlenül, és a végén az eredményben, hogy a szuperpozícióból ott lesz ez a millió dolognak az együttese. És ebben lesz a gyorsasága. És ez például olyan speciális problémáknak a egyedüli megoldása, ami például most egy digitális szuperszámítógépen, ami ugyanígy párhuzamosan van felépítve és programozó, tehát több processzor dolgozik, mint most a telefonodban nem tudom hány magos, tehát hogy mint 3-4 processzor van egybeintegrálva, de ezek csak annyi, hogy önálló kis számítógépek, és mindegyik képes önálló feladatot elvégezni, itt viszont, tehát úgy egyszerre párhuzamos, hogy a rendszer továbbra is egy, de mégis különálló, és megőrzi azt is, hogy egy a rendszer, tehát hogy minden információ másikról is tud, és utána végeredményben minden tükröződik az egész is, meg a rész. Tehát ez egy teljesen új típusú gondolkodást, egyebek, és most ez van kihívás előtt, ugye a fizikusok előtt, mert matematikai szinten már ezt tudtuk kezelni, most viszont vannak hardvereink, ahol ezeket valós időben tudjuk úgymond nem modellezni, hanem valós időben a kvantumvilágot kihasználni ilyen feladatokra. És ugye amiben most a kvantum fölénte a Google bejelentette, hogy már kvantumszámítógép egyébként több éve van, tehát van egy kanadai cég, ez a D-Wave nevezetű, ezt úgy hívják hivatalosan, hogy adiabatikus kvantumszámítógép, nem megyek bele a részletekbe, akit érdekel az interneten utána tud olvasni, tehát ő már most szupravezetéses alapon ugye gyárt olyan rendszereket, amiről tudjuk, hogy képes a kvantumfizika törvényeit informatikai célokra, tehát kvantuminformációs számításokra kihasználni, csak ebben ugye meg kell alkossák a hardwarehez azokat a valós olyan kvantum algoritmusokat, amit a számítógép tehát tud fogadni, és tényleg kvantum számítógépként feldolgozni, mert eddig csak ugye ilyen digitális módon próbálták ezt programozni, mert erre vannak algoritmusaink. Uh-huh. Egyébként, aki elolvassa a cikket, ott le lesz írva, és ugye egy nagyon speciális problémát végülis lefordítottak a számítógép saját szintjére. Ez olyan, amikor a számítógépeket még régebben úgynevezett, ugye nem a mostani programozási nyelveken, úgynevezett gépi kódban programoztuk, ahol szó szerint nullások, egyesekkel vittük be a program nyelvben a számítógépet, közvetlenül a számítógépet, közvetlenül a hardware programoztuk. Na most ezt csinálják a kvantum számítógépe, és most sikerült végre már egy olyan kvantum algoritmust, ami egy problémát képviselt megalkotniuk, hogy át tudták engedni a számítógépen. Az érdekesség, hogy milyen volt ez az algoritmus. Tehát itt az volt, hogy két halmazban meg kellett határozni a bizonyos színeknek az előfordulási valószínűségét, amit csak úgy lehet kiszámolni, hogyha az ember egyszerre látja az egészet is, parkettázásnak hívják, az egészet is, meg a részt. És ez csak kvantum számítógép tudja valós időben meghatározni. Ezt ráenged, ezt a problémát egy digitális számítógépre, párhuzamosan ez is fel tudja dolgozni, de ki lehet számítani a mostani számítási kapacitásnál ennek a megoldásával kb. 10.000 év. Uh-huh. Egy mostani szuperszámítógépnek. Tehát 10.000 év múlva dobnál ki a végeredményt. Uh-huh. Ez a számítógép az a másodperc töltés alatt megoldott a problémát. Azt mondtuk, hogy digitális világháború esélye van, ugye? Az elsőnél elmondtad, hogy simán lehetne gyógyászati célokra használni, igen, az ember kívülről, belülről szkennelni, stb. Másik oldalról ott van az, hogy az összes ilyen titkosítási kód bármelyik banknál, ez lehet 16.000 hosszú számsor, prímszámok. És ő ezt, ha nem egy tized másodpercet, két másodpercet az oldja meg, egy hagyományos számítógéppel sokkal hosszabb idő kéne, évezede. Na most akkor jön az, hogy az ősbunkó kezébe kell ez a dolog, most ő megfinanszírozta, érted? És akkor most azt mondja, hogy na akkor most egy kicsikét, ugye tönkre akarjátok tenni itt a deep state-et, és akkor most majd mi itt mindent tönkre teszünk. Tehát olyan káosz lehet vele létrehozni. Igen, igazából nem tudják, hogy mit csinálnak, de már legalább erre a problémára fel tudják programozni. És ugye már megint ott van az óriási nagy agy, hogy a Terminátornak az önálló gondolkodásra képes robot. Utána ez a lavina, mert ez a másik, ezt akartam mondani, és most minden kollégának. Tehát az igazság, mit tartasz te kollégának, mert mindig arra fele mutatsz. Úgy kollégá, téged is mindenki, de azok, akik kvantumfizikát tanultak, kvantumfizikát gyakorlatilag szerintem használnak, hogy azért mindenki tudja, hogy a kvantumfizikán ugye a eddig ismeretünk határain belül tudjuk kezelni. Itt ezekkel a számítógépet a kvantumvilággal,
a valós időben érintkezni, és együtt dolgozni kezdünk el tudni. Tehát az emberiség most kezd el megérteni valójában a kvantumfizikát majd, és hogy itt mi jön ki, mi a szellemet szabadítunk ki a palacból valós időben, mert a természet azt mondta, kinyitottad az ajtót, kiengedtél, és hogy ez, tehát hogy itt most az Elon Muskhoz szeretnék visszanyúlni, aki azt mondta, hogy akkor most már inkább előbb gondolkozzunk előre, tehát az atomfegyvernél is ez kellett volna, egyszer már hibáztunk, akkor most még mielőtt bármi, a rendszerek már tudjuk, hogy készen állnak, még mielőtt bármire rászabadítjuk az egészet, csak azért, hogy na akkor mit lehet ebből kinyerni, mérjük fel, mert viszont tudásunk már van annyi, hogy azért elkezdhessük felmérni, és hogy mihez kezdjünk. Na, a rendszer látszik, hogy akkor működik. Már csak további fejlesztések, stabilizáció kérdése. Ezt úgy hívjuk, hogy univerzális kvantum számítógép, amit képes vagy bármire felprogramozni. Ez olyan, amikor digitális számítógép, még csak ilyen félvezetők és áramkörök voltak, és csak bizonyos problémára lehetett vele működni, és utána megalkották az univerzális digitális számítógépet, ami neked most az asztalodon áll, és ami ugye képes tehát fogadni a te bármilyen dolgaidat, mert benne van egy olyan fordító program, ami mindig érthetővé teszi, amit kérsz tőle. Na most ennyire el vagyunk még csak a kvantum számítógépnél hátrányban, hogy még univerzális kvantum számítógép nincs, csak kvantum hardverek, amiket speciális problémákra föl lehet úgymond húzalozni, és ellátni úgynevezett vezérlő programmal, amely kvantum egyenlet, mondhatjuk így is. Viszont az tény, hogy itt vagyunk a határon. És ugye az MIT-nak az egyik professzora mondta, hogy az MIT-n is tanítják ugye a mérnököknek azt, ami előre tervezést jelent. Tehát mielőtt elkezdjük a rendszert, akármit, tehát a rendszert már előre is tervezni kell. Tehát, hogy is mit szeretnénk ezzel. És ezt minden mérnök most már tanulja, és most itt is ezt kellene. Hogy tudjuk azért a potenciálokat felmérni. Csak itt jön az, hogy azért mindenki tudja, hogy amikor most egy kvantumfizikus azt mondja, hogy ó, hát ebből csak az lesz, hogy gyorsabban számít bizonyos problémákban. Nem. Tehát ez valós időben egy kvantumfizikai rendszernek a hullámfüggvényét magára tudja venni. Ezt már beszéltük róla. Ha az egy molekulának a hullámfüggvénye, az a molekula hullámfüggvénye lesz. Érted? Tehát például mit tudom én, egy fehérjei. És ha azt manipulálja, akkor azt manipulálja. Tehát itt már nem arról van szó, hogy egy modellt alkotok a világról, mint a digitális világban most, hogy látsz egy képet, ami majdnem úgy néz ki, mint egy valóság, digitális animáció, de azért még mindenki tudja, hogy ez egy animáció. Itt nem, belenyúlsz a teremtésbe, pontosan. Erről van szó. És most pontokban kezdünk még belenyúlni, a hatás még nem lesz úgymond olyan, hogy rájöttünk, itt az információ azért szét is áramlik, mert azt mondják, hogy a zaj elnyeli. Nem. Épp az, hogy most kezdünk el a kvantum koherencia szintjén a természettel párbeszédet folytatni. Na most egy kicsit erről az információra, ezt mindig úgy levegtettük. Én hallottam egy előadást egy doktor docenstől, hogy ő még mindig könyvtárba gondolkodik információ szinten, hogy egy olyan mezőről van szó, ezt nem neked mondom, kedves nézőnek természetesen, hogy bármit itt belerakunk dinóval, vagy bármelyik tudós belerakja, és ha valaki arra a problémára van kihagyezve, tehát az a formai alakzat van az agy tekervényével, stb., akkor képes levenni azt az információt, mert az egységes mezőben minden benne van. Na most ezek a dolgok gyorsultak fel olyan mértékben, hogy az igazi nagy kvantum számítógép az nem is az a kis vas, hanem ott van a közös tudatmezőben, tehát gyakorlatilag ennek megvan az ellenszere is, hogyha ezt akarunk. Azért, hogy erre lehetne használni, igazából vissza, hogy megértsük, hogy az én agyam az már egy kvantum számítógép, ráadásul több rétegű. Hát nem értem, onnan kopintották. Hát most igazából innen veszük át. Aha. És onnan, hogyha jól működik, akkor tudjuk már is, ezt is visszafelé kéne most igazából, ha már használjuk visszafelé, hogy a saját processzorunkat még tovább vinni, és akkor ez itt marad továbbra is velük, és mondtad, magunkat fejlesztjük tovább. Mondtad azt, hogy itt ülünk, és az érzékelésben, én látom a háttérben a monitort, nézem ott a fejedet, talán még látom ezt a képet, meg szembe velem a kamerát, de ez kb. 5%-a annak, amit itt a térben fölfoghatok. Na most, hogyha én ezt visszatudom fejleszteni a kvantum számítógépemet, akkor az egész teret érzékelem kint a kollégáimat, és a minták mindent, hogy a kérdéseket, ahogy most lecsatornázom, egyébként sokkal komplexebb módon átlátom ezt az egészet. Igen. Na ez az információs mező, amire minden épült át, és amikor elmegyek, mint fizikai test, lény a formarezonanciámmal, akkor ami megmarad belőlem, az az információs mezőbe kiírt összes gondolatmondat, tudás, ami jelentette azt, hogy én vagyok, vagy te vagy. Igen. És ez bármikor alakot tölthet utána, Igen. mert ő Isten tudja, hogy te is hányadik reinkarnációja vagy valakinek, vagy önmagadnak, aki mindig itt újra jött és elmondta. Igen. Csak annyi, hogy elvágták így egyszer a filmet, hogy ne tudjad, hogy előtte Igen. Pisti Igen. voltál, vagy Pisti. Igen, tehát ezt a megértést, ezt használhatjuk önmunkra vissza
felé is, hogy saját magunk és a tudatműködésnek ezzel a valósággal való kapcsolatát végre teljesen feltárjuk, mert ugye már nagyon sok a tudattal foglalkozó tudós, spirituális irányzat már rég mondja, hogy ez is a kvantum törvényekben gyökerezik, ami a saját tudatosságunknak az élménye. Na most ezek a rendszerek pont ehhez adhatnak egy betekintést, tehát ezt a teremtőtől vagy bárkitől vegyük annak is, hogy ez az ajtó igazából rád nyílik, tehát hogy nyílik a természetre is, persze, és óriási lehetőséget tudsz kiaknázni, mert ezzel már tényleg lehet majd építeni nullpont kicsatolókat, mert ahhoz ilyen szabályzási rendszer kell, ami egy kvantum számítógép, hogy azt a fluktuációs rendszert, ami a vákumban azt az energiát, mint energia mozgatja, kicsatolja, tehát amit az Egeli Gyuri már nagyon régóta keres, tehát ez ilyen rendszer, ez is megoldható, de ezt már beszéltük, tehát szabad energiahoz megint szabad létezők kellenek, mert mit fogják használni azt a korlátlan energiát, az, hogy mi hol csatolják is fegyver, még erősebb lövedéket lőjünk, jó? Hát tehát sajnos, amiről beszélünk, ez pont arról szól, hogy egy haldokló birodalom helyére egy új birodalom próbál pontosan azon a téren rámászni, aminek a haldokló birodalom volt a szülőanyja. Vagy pedig ezt használhatjuk egy, amire egyébként én a technológiát mindig tartom, hogy egy katalizátornak, önmagunk továbbfejlődésére. Ha az emberiség, a mostani civilizáció, az előző kettők, hogy sejtened, ők is mind kipusztultak, ha végignézett, hogy gyakorlatilag kimondott, hogy nullponti energiával meg lehetne oldani az emberiség energia problémáját, például ilyen hajtóművekkel elmenni bárhová, és nem... Ja, csak akkor mi oda is visszük a hülyeségünket. A hülyeségünket, így van, addig úgy sem engednek ki, ezt is megbeszéltek. A másik, ezt is megbeszéltük egyébként, igen, az nem megy ki, van egy nagyon szép védelmi rendszer. Tehát aki az olajból él, fosszilis energiából, az örül ennek a dolognak, de elteszi a fiókjába, vagy fegyvert csinál belőle, hogy megvédje. Hát igaz, arra tartom, hogy amikor majd, ugye, amiből most élek, hagyatlik, akkor meg majd ezzel lépek ki. Nem vagyunk jobbak, mint a kőbaltások, hát de most elnézést, hogy megsértettem a kőbaltásokat. Tehát hogy lehet itt a tudatszinti emelkedés, ugye az is ott van a mezőbe, mert azért volt itt egy pár óriási szellem, amivel föl lehetne emelkedni, nem csak ezt a borzadát kéne, ezt a szisztémát, amivel szégyilkoljuk az emberiséget, hanem van itt más lehetőség. Miért nem? Vagy hát én már azt tudom mondani, Maharishi mondta ezt mindig, hogy az írástudók végre emelkedjenek fel arra a feladatra, amit még nekik el kell látni. Én azt tudnám mondani, hogy a tudós eredendően mindig egy forradalmár volt, és most ezt a forradalmat vigyék át a társadalomba. Tehát ne csak a tudást és a tudományt forradalmasítsák ezek az emberek, hanem ő azt mondta, hogy egyszerűen át kellene venni, tehát vegyék el a politikusoktól azokat, ami nem az ő kezükben való. Tehát ennyi a történet. És ott is, hogy a tudománynak meg legyen meg a maga szűrőrendszere, hogy ne folytsa vissza az irányokat, legyen meg az a képzés, amiben ezek igazából még magasabb szintre fejlődnek ezek a zseniális tudósok, és ne csak jó tudósok legyenek, hanem bölcs emberek, mert ez már bölcsesség kell, nem tudás, bölcsesség. Dizok. És akkor zajlódjon le egy ilyen forradalom. Tehát nem az, hogy még párt vegye át a következő irányítást, hanem teljes, gyökeres átalakulás. Most Egeri Gyuri mondata lesz, hogy a tudomány az kutatja, amire pénzt adnak. Azért mondom. Tehát, hogy amíg ezek az emberek, és nem tudom, hogy hüllők vagytok-e, tehát ez a fajta hüllőagy rendszer, ami itt most uralkodik és tönkretett az emberiséget, ez arra fog neked csak mindig pénzt adni a kutatásaidra, hiába vagy te egy forradalmár, hogy azt kutasd, amiből ő kvázi vagy fegyvert csinál, vagy a saját biztonságát szolgálja, vagy a mi rabszolgatartásunkat még jobban egy digitális agyabroncsot, vagy bármit most tudnak. Ezek a tudás viszont arra is elkelmes, hogy az ember, akár tudós rájön, hogy teljesen szabad emberré válhat, önfenntartóan. Csak ezzel a rendszerrel. És nyugodtan hátat fordíthat, akár kiadta is a pénzt. Mert hát nála van az adóász. Csak most itt az a kérdés, tehát megint, mert ugye most ezek az emberek állnak ezen az erkölcsi magaslaton, jó, mert azért a tudományban is óriási a szórás. Ezt Einstein is elmondta már a maga idejében. És ugye mindenkinek meg kellett vívni ezeket a belső ottani egós csatáit is. Erről tudna mesélni mindenki, én is, bárki, hogy vannak ezek. Tehát nem esik ki ebből nyilván a tudomány világa sem, de a tudományban mindig azért megvolt az öntisztulás effektusa, amit azért most az elmúlt 100 meg 1000 években például a kormányzásokban, politikában én nem nagyon látok. tehát azért a tudomány önmaga formájában, tehát a végül csak megtisztult, mert azért a tudomány azért a tényekről szól, és hogyha végén kiderül, hogy a Föld már pedig tényleg gömbölyű, és hiába mondják még most is egyesek, hogy lapos, attól főleg akkor gömbölyű, azt akkor gömbölyű. Azt legfeljebb azok, akik még mindig nem hisznek ebbe, úgy tűnnek el, hogy kihal az a generáció, vagy pedig egyszerűen kénytelen lesznek elfogadni, mert a tény az tény. És ugyanígy, tehát a tudománynál ezek a dolgok azért
mindig ezt az öntisztulást elő fogják tudni idézni, és ezért a tudomány tehát erre építsen, és arra, hogy nevelje ki ne csak a jó új koponyánkat, hanem azok az emberek már legyenek bölcs emberek. Azért, mert hogy ők értik a legjobban, hogy mit is ragadnak most meg a természetbe. Tehát egy politikus sosem fogja meg a vezetők. Hát nem fogják ezt megérteni, mert ők nem tudják, hogy miért csinálnak, csak amikor megmondják nekik, lefordítják az ő nyelvükre, hogy jó, egyébként ezzel lehet egy ilyet is csinálni, és akkor tényleg ezzel mit tudom, hogy feltölthetem a kínai, a digitális bármilyen kódrendszerét, egy pillanat alatt átmosom rajta, és vége, és azt is ott az ő buborékuk. Igen, például ilyet is lehet csinálni. Jó, akkor hozzá csak ide csináljuk meg. És akkor már hiába mondja, hogy de nem, ezt nem arra akarjuk, hát most már elkésett. Tehát azért mondom, na, itt van most ez a határmesdje. De ugyanakkor megcsináltunk egy olyat, hogy azt mondja, hogy figyeljetek, itt egy szkenner, és ami leszkenneli atomi szinten, hogy ennek az úriembernek most mi a szerkezete, mint hogy ilyen, és azt mondja, hát itt vannak a torzulások, egyébként ilyennek kéne lenne egészséges, változtas meg ilyen, és akkor meggyógyult. Akkor persze itt meg már tudom, hogy mit fogsz mondani, jön majd a gyógyszerlobbi, és hát pontosan. Az a másik oldal. De elvesztett egy kuncsaftot, meggyógyult. Tudom, de azért mondom, hogy persze, hogy mindenhol falakba bomlunk, ezért kell most ennek az új tudás birtokában, megértés birtokában lévő társadalomnak, mint tudós társadalomnak szó szerint különállni, és egyszerűen kihívás elé tenni ezeket a dolgokat, hogy maradtok ott, már ide akartok átjönni, csak így lehet, egyébként nincs. Kint tehát valami ilyesmit gondolok, hogy egyszerűen be kell, és szerintem polarizálni is fogja egyébként a dolgokat. Egy szép napon a dolgokon. A politikus, mint megélhetési bérgyilkos, mert ő egyébként az, mert ő azt végz végig. Tetszenek mindig ezek a... Nem? Megélhetési bérgyilkos. A... Hogy, ez egy szutra. Ez egy szutra. De képzeld, hogy tudatosodna, és nem csinálna. Egy szép napon programbe jutna, és nem hazudhatna többet. Ott csak feláll, és azt mondja, hogy gyerek, igazából nincs rám szükség. És gyakorlatilag a háttérből meg lépjen már elő a kis ember a nagy mikrofonjával, akit az egész világot manipulálja, és azt nem értem, hogy tudatszinten, milyen tudatszinten áll, aki a háttérből irányítja a gazdaságot, már mindent eltett a zsebébe, és még mindig, bocsánat, de mi kell még neki? Érted? Most már elvitte a házam, a vagyon, a mindenem az övé, el vagyunk adósodva emberiség szinten, még mit akarsz, drága kicsi zöld ember? Tudod? Tehát, hogy, és, ő, és akkor a kérdés itt van. Ha van ilyen, vagy pedig a saját hülyeségünket lehet forgatni. Ő egy ember, aki ilyen tudatszinten áll, vagy Jupiter felemelkedése, hogy a nagy aratásra készülünk most már, tudod, és legalább ezt is ilyen mézes madzaggal beteszik a szánkba, és nem jön Marvel kapitány, hogy megmentsen című dolog, mert az is egy altatás, bár szeretjük mind a kettőn. Tehát az a helyzet most innen nézve, tehát ugye nem vagyunk abban a helyzetben, hogy most át vagy bét mondunk, mert ugye így van, ennyire direktben nem nyílt ki a színházi függöny, hogy ebben nyilván megérzésekről, eseményekről, amit te is én is átmentünk, tehát persze ezekről lehetne beszélni, de ezek még annyira nem egyértelműek, amiből át vagy bét lehetne mondani. Aha. Tehát azt úgy csinálom, amit már most is csináltunk, hogy itt a mi szintünkön egy értelmes fejjel elkezdünk valami fordalmat, elkezdünk, ahogy te szoktad mondani, a kamerákon át, beültetünk a többi testvérünk hullám terébe olyan gondolatokat, hogy egyrészt oké, nézd meg a híreket, de most át, és azért gondolkozz el így is rajta. Na, ez már valami. Ez az élet alapvető cél, minden pillanatban éber tudatos állapotban legyél. És ne csak az legyen, mint egy szajkó beült és ugyanazt visszamondott, hanem még mielőtt visszamondanád, és akkor azért ez is volt, és akkor józan ez, és akkor de várjunk már, akkor, és akkor még nem mondok ki semmit, előbb egy kicsit csendet tartok, és vissza nem mondok, és már szaladok a szomszédhoz, hogy hallottad, hogy hanem előbb átmosom magamon, meg közben itt már megtanult egy kicsit gondolkodni. Na most, ha visszatérünk a kvantum számítógépes gondolkodásra, ugye egyre jobban olvashatsz te is róla, hogy vagy akár hárpantennával, vagy bármivel, folyamatosan tudatmódosítást lehet az embereken végezni, ugyanakkor, amikről te beszéltél, de ezeket azok, akik még ilyen robotüzemódban. Oké, a programozott robotok, igen, akik a televízióban, újságban tehát nem tudatos, nem megy utána, hagyja magát beprogramozni, és utána ő válik maga a rendszer védelmezővé, és amikor a Joker filmről most nem beszélünk, mert nem készültél belőle, de amikor neked megmondják, hogy mi az, hogy
mi a jó, mi az igaz, mi a helyes. És látod, az életben ez abszolút nem működik, de viszont a társadalmi elvárással te csak így léphetsz tovább, hogyha 10 évet seggelsz, hülyeséget tanulsz, akkor lesz diplomád, amivel tovább léphetsz, de különben nem tanultál semmit. Tehát amíg ezekben a rendszerekben bele vagy kényszerítve és elfogadod, és önmagad, mint tanárként, meg bankárként ezt a rendszert tartod fönn, addig ez a mátrix tökéletesen működik, és lenyomva tartja. Hogy? Erre is van, és igazából erre is van. Mi magunk tartjuk fent. Tehát ez a legpoén. Ez a legpoén. Tehát nem kell már vasrácsokat csinálni, mert itt van az abroncs a fejünkön. És az információ. Oké, a kvantum. Amennyire az információ tényleg valóság lényege, de pont azért, ami a lényege, így van. Lehet ez is? Lehet tehát ez a kvantum számítógép, ahogy lehet egyszer atomenergia jótékony hasznosítás, lehet a világok leigázására, hogy most Amerika még ez az utolsó dologgal. Há, most ők ezt csinálták végül is, igen, berobbantották az információs fejlődés következő szintjét, mint mikor felrobbantották az első atomát. Én most azt várom, mert most itt kérdezted is, és akkor válaszolok is rá, hogy nyilván Oroszország és Kína most majd én is várom, és hogy hol tartanak, már itt jön majd a nagy mozi. Már mondjuk azt mondják, hogy igen, meg majd csináltuk az univerzális, mert akkor jön a nagy. Akkor jön a nagy ez a sputnikos dolog, emlékszel, hogy amikor ők még ott dadogtak valahol a NASA, ezek meg már lajtát küldték fel. Úgyhogy azért mondom, hogy itt most ez lesz a nagyon érdekes, és azért is lőtték fel, mert nyilván nem tudják, hogy se az amerikai, se a kínai, sosem volt. Nem lehet ez póker, digitális póker? Blöföltek egyet? Tehát láttál már olyan eredményt, amit az ő kvantum számítógépje alapján olyan dolgot hoztak ki, amit egyébként mással nem lehetett volna. Eredményt lehet látni? Vagy hát ez, amit most lefutottak, ez egy ilyen, amit mondtam. Tehát, hogy egy ilyen speciális, ilyen szelekciós, amilyen parkettázási dolognak hívják ezt, hogy lehet kiparkettázni különböző színekből egy bizonyos két halmazos rendszert, és ez egyrészt dolgoknál nagyon egyszerű, és nagyon összetetté válik, és az a poén benne, hogy egyszerre kell lásd a részt és az egészt. Tehát, hogy a következő elem beilleszkedjen, és ez egy tipikus kvantum számítógépnek való házi feladat, mint a prim. A prim számos keresés, meg prim tényezős bontás. Utolsó gondolat ebben a műsorban, hogy ha belegondolsz, akkor egy egyszerű, vagy akármilyen okos, tudós ember is teljes egészében kiszolgáltatottá, még jobban kiszolgáltatottá vált, most már nem mustárgázról van szó, nem gépfegyverekről van szó, nem atombombáról van szó, hanem egyszerűen egy olyan technika kerülhet olyan emberek kezébe, amik teljes egészében lenullázhatják az emberiséget, akár a kőkorszakig visszaküldve, és megint nem tudjuk, hogy ki a kutya gazdája. És a kérdés ott van, hogy szerinted ez a rengeteg hír, most tegnap olvastam, hogy 72 féle idegen faj jár ide közénk, hogy ezek milyen módon adták át esetleg a tudást, akár a mezőn keresztül, információs mezőn keresztül, és milyen módon tudnak ebbe az egész dologba, most már azért ez már egy olyan pingpongasztalról, esetleg ők is játszanak az ő tudás szintjükre. Hát figyelj, erre mindig azt szoktam neked mondani, hogy sajnos még mindig egy olyan helyzetben, amivel a függő még nem jött célja, hogy vannak erre utaló nagyon jó tények, amit az ember maga kell, hogy eldöntse, hogy elfogadja vagy sem. De ez lehet egy ilyen, azért mondtam ezt a választóvizet, mert ez egy ilyen választóvíz is lehet, hogy a nyomatékot így teszik mögé azok a úgymond fejlettebb fajok, akik már ilyen rendszereket működtetnek, hogy most itt az emberiségnél már ez egy olyan szint, ami tényleg tehát meghaladja korábbi ilyen atomháborús, meg atomfegyveres dolgokat, mert más szint. Más szint, és lehet, hogy akár ez ennek lehet egy nyitánya, hogy itt kénytlen kellett lenni. Beültek a moziba, és nézik, hogy az édes drága kőbaltás mit kezd egy olyan azért, technikával. Azért nagyon fontos ez, azért kell ilyen értelemben, mert ez a szint, tehát egy olyan szint, ami bár úgy látszik, mintha itt helyileg a Földön manipulálnánk valamit, de ez az egész világegyetem kvantumrendszerére. Pontosan így van. És ezért, tehát azért mondom, és azért mondom, ezt a kvantumfizikusok értik, de igazából nem értik, úgyhogy most per pillanat innen nézve csak azt tudjuk tenni, hogy várunk, illetve tevékenyen részt is vehetnénk benne. Ezt próbáltam, meg ezt próbáljam Magyarországon is sarkalni, hogy vegyünk részt tevékenyen is benne, mert azért itt megint át a tudós és tudós között is van szerintem azért különbség, és a magyar tudományos mentalitás pont ami miatt, ahol kellett kifejlődjön, az óvatatlanul egy olyan volt ellenben mondjuk egy amerikai tudományos képzéssel, ahol egyszerűen mindenre volt pénz. És én azért emlékszek olyan időre, ahol az Atomkiba mondjuk Commodore 64-en keresztül vezéreltek gyorsítókat. Érted? Amerika már akkor szuperszámítógépekkel. Azért, mert azt mondta, hogy nem kellett volna akkor átépíteni, mert ezen is futott. De előbb gondolkodni kellett, mert nekünk csak ennyi van. Nekik meg van pénz, csak csináljuk meg.
Na, itt jön megint hogy ne politizálni. És ugye a magyarnak mindig, a magyar résznek mindig előbb optimalizálni is kellett, hogy összetudom rakni ebből a pár dologból, amit van a kukába, mely le kéne tesztelni, vagy nem, és akkor megy tovább fejbe. És ez most még mindig a vérünk, a zsigerünkben van. De miért nem akarják ezt használni? Vagy miért félnek ettől a tudástól? Nem tudom. Hogy ezt az interdisziplinát, mindent össze tudsz rakni, térben tudsz gondolkodni, igen, látni. És a nyelvünk ilyen. A nyelvünk ilyen. Egyszerűen folyamatosan csak kőbalt, összeszerelő országot akarnak. És ez nem a politikus, tehát ez nehogy azt itt, hogy ő... Ezt én szerintem az elmúlt 100 év ilyen nagyon mély, kollektív tudatú, és ugye ez idén tevékenykedek én is azzal, hogy meditálni tanítom az embereket, hogy felszabadítsuk magunkat ebből a depresszív, több száz éves. Dinuka, nem. A te példád az, hogy odaadtad nekik pár éve a kvantum számítógép magyarországi fejlesztésének a lehetőségét, altattak évekig. 1 milliárd. Majd mondták, hogy hát mégsem, mert most DNS úr ez nem így van, de a politikus mögött nem ő hozza meg a döntést, hanem mindig van az a háttérhatalom, aki nem is itt van, lehet, hogy New York csöngetnek neki, vagy Tel Avivba, és azt mondja, hogy na, a magyarok akkor ne emelkedjenek, mert 2-3 ilyen dolog, egy horvát professzor... Azért ott tudják, hogy mi a magyar rész optimalizációs Ennek kéne kapacitása. Megváltozni, hogy együtt tudunk csak fennmaradni ezen a bolygón, vagy közösen tudunk kihalni. Tehát, és ez lenne a 6. civilizációnak a nagy tanulsága, amit most már föl kéne fogni. Igen. És ugye, miért vagyunk itt 10 év óta? Azért, mert hogy egyre több ember ébredezik, és amit mondtunk, hogy minden pillanatban éber tudatos állapotban legyél, ez az egyetlen egy dolgod itt a Földön. Tudatos forradalma. Tudatosság forradalma a digitális világháború helyett. Igen. Ez volt az álszavunk. Köszönöm, hogy itt voltál. Én nagyon köszönöm, hogy együtt tudtunk egy Önöknek kicsit. Is köszönjük, mert ezek azért piszkálják azért az ember tudatát, tudatalattiát, és mindig azt mondom, hogy ha egyetemisták vagytok, akkor vigyétek be ezt az adást a terembe, és biztos vagyok benne, hogy a tanáraitok is azon kívül, a tananyagon kívül, amit kötelező nektek leadni, azért ők is gondolkodó, tudatosuló emberek, és együtt közösen tudjuk megváltoztatni és ezt a világot. Ezeket a kérdéseket. Igen. Nagyon jó képzés, most néztem én a BME-n is, hogy nagyon komoly egyébként a kvantuminformatikára épülő képzés, csak kérdés, ilyen nagy kérdéseket végig gondolnak el, ami már ilyen mélyebb rétegű, vagy csak ugye technikai dolgok, ami az egész, ebben már nem látok bele. Uh-huh. Ezek viszont azoknak a nagy kérdései. Na, és nyugodtan hívjátok meg Dinót, vagy DNS Istenület, és vitatkozzatok vele. Tehát, ugye mert egyébként ugye a vita az folyamatosan mindig előre vitte a világot. Egészséges vita, arra egészséges vita. Hát ugye a sztoisták, ugye a görögök pont erről szól. Párbeszéd vita, tehát ugye az egyik, sőt a védákban is ez az egyik a igazság felszínre hozásának az egyik közvetlen módszer. Nem is vita igazából, hanem eszme. Csere. Tehát a magyar jó mondja. Eszmecsere. Beengedlek a sajátomba téged, hogy te nézőpontodat, te is átad benne az enyémet, és akkor igazából bár vitatkozunk, de mégis, mintha önmagunkkal ebben van neked is, meg nekem is óriási szerencsém. Tehát a TM meditáció oktatása folyamán, folyamatosan, akikkel beszélsz, akiket oktatsz, ott ugyanez az eszmecsere megvan. Úgy kapsz új aspektusokat a te gondolkodásodban. Be kell integrálni. Nekem meg Isten mindig olyan embereket hoz ide, akik a saját gondolatvilágomba is tudok előre lépni. Igen, mert nekem is vannak kis szellemi. Igen, mostad magadon, hogy pontosan, hogy... Már egyébként lehet, nem gondolkodnál le rajta. A másról gondolkodik, de így meg viszont valamilyen módon valami felsőben ugyanúgy terelgeti a műsorokat, igen. Tudatépítés. Kedves nézők, köszönjük szépen, itt voltál velünk. VNTV Viva Natura televíziót láttathatok. YouTube megosztó portáján túl van egy weboldalunk, a www.vntv.hu. Ezen nem csak az adások vannak, hanem írások, rendezvényeinkről itt adunk tájékoztatást, és igazából kedvez bennünket, akkor csak arra kérünk, hogy a weboldalunkat oszd meg a barátaiddal, hogy ők is regisztráljanak hírlevélre, mert így vagyunk egyre többen, és egyre több információt tudunk cserélgetni, meg átadni. Na, köszönöm, Dinuka, még egyszer itt voltál, viszontlátásra.